Múlt héten Móra Ferenc aranykokósóját ajánlottam, és egy kicsit még itt maradnék ebben a korban, az ókori római császárság korában, úgyhogy most is egy olyan regényt hoztam, ami ebben a történelmi korba kalauzolja vissza az olvasóit. Kosztolányi Dezső Néró a véres költő című regényét szeretném ajánlani. Egyúttal megfogalmazódott bennem még egy kérdés is, egy kérés is, vagy mondhatjuk javaslatnak. Az lenne a felvetésem, hogyha van kedvetek, van kedvük, akkor itt a bejegyzés alatti kommentekben írjátok meg nekünk, hogy mire lennétek a leginkább kíváncsiak, milyen könyveket ajánljunk nektek az elkövetkezendő hetekben. Ifjúsági regényeket, történelmi regényeket, magyar írókat, a világirodalom nagy regényei közül, vagy a világirodalom mondjuk kevésbé ismert regényei közül, verseket hozzunk inkább, vagy prózát, rövid prózát, kis regényeket, nagy regényeket, mire lennétek leginkább kíváncsiak. Ha van kedvük, ha van kedvetek, akkor írjátok meg nekünk itt kommentben. A regény középpontjában Néró, a dilettáns költő császár áll, aki szépreményű ifjúként került trónra a könyv elején. Környezete abban bízik, hogy ő lesz az, aki majd elhozza a Róma új aranykorát, aki hosszan és békességben, harmóniában uralkodik. Ám Néró mindennél jobban vágyik arra, hogy költőként szeressék és elismerjék, és ez a törekvése, ez a célja, ez a művészi ambíciója eltéríti eredeti céljától. Kosztolányi varázslatos könnyedséggel festi fel az ókori világváros hétköznapjait, helyszíneit, történelmi szereplőit, nagyon élő húsvér szereplői vannak ebben a regényben. Gondolok itt például Szenekára, aki tényleg gyakorlatilag esztétikai értéké fejleszti saját szónoki, retorikai fordulatait, és Kosztolányi nagyon zseniálisan játszik ezzel, hogy mennyire szenekás Szeneka ebben a regényben. Az irodalomtörténészek jó része szerint ez egy kulcsregény, Kosztolányi saját korát írja meg ebben a regényben, saját korának irodalmi életének szereplőit, saját korának művészeti életének szereplőit, Néró képében például Kosztolányi egyik kortársát, egyik legbefolyásosabb író politikust vélik felfedezni, és biztos vagyok benne, hogy Kosztolányi kortársai egy kicsit máshogy olvasták ezt a regényt, akkor talán könnyebb volt a Via Appia csapszékeit behelyettesíteni valamelyik pesti kávéházzal. Én mégis inkább azt gondolom, hogy Kosztolányi sokkal általánosabb érvényű kérdéseket feszeget ebben a regényben, és egy kicsit parabolisztikusabb nekem ez az regény, mintsem, hogy lefordítható legyen Kosztolányi korának egy-egy konkrét szereplőjére, történésére, történelmi jelentőségű eseményére, akár a regény egy-egy történése. Én azt gondolom, hogy például a művészet és hatalom viszonyát boncolgató kérdésfelvetése, vagy a különböző művészi identitásra, útkeresésre adott válaszai, azok általánosabb érvényűek. A regényen érezhető a korban oly divatos freudi lélektan, freudi pszichológia hatása, de azt gondolom az általános hatáson túl Kosztolányi különös érzékenységgel, különös pszichológiai érzékkel ábrázolja a karaktereit, jellemeit, és ugyanezekkel a lélektani eszközökkel keres választ, hogy ezeket segítségül hívva keres választ azokra a kérdésekre, amelyek foglalkoztatják, például arra, hogy hogyan alakulhat a művészet és művészet viszonya, a művészet és hatalom viszonya, vagy akár a hatalom és hatalom viszonya, ugyanezzel a lélektani eszköztárral keres választ azokra a kérdésekre, ki a felelős, ki terhel a felelősség, ki a felbújtó, ki az elkövető. Azt gondolom, hogy nagyon könnyeden és olvasmányosan vezeti az olvasó kezét, és keresi ezekre az egyáltalán nem könnyű, és nagyon, azt gondolom, hogy minden korban aktuális kérdésekre a választ. Egy részletet szeretnék felolvasni, ami azt gondolom, hogy nagyon jól illusztrálja azokat a kérdéseket, amelyek Kosztolányit foglalkoztatták. Mégis, hebegte Néró, gyilkosság. Gyilkosság? Szólt Szeneka, magasra vonva szemöldökét. Mondd inkább államérdek, és akkor mosolyogni fogsz. Nem szabad megijedni egy szótól. A szók magukban mindig borzasztóak, mint az üres koponyák. Hiányzik belőlük az élet. A vér meleg, emberi lüktetése, mely értelmet ad nekik.
hiszen gondolkozz csak, mi történt volna, ha ez nem esik meg. Ő tovább ármánykodik, a hadsereg ketté szakad, kitör a háború, polgárok és katonák egymást ölik. Jobb lett volna ez? Vagy be őszintén, ártatlanabbnak, szelidebbnek éreznéd-e magad, hogyha egy élet helyett sok ezer vészel, s hullahalom borítja a Palatinuszt és a Kapitóliumot? Egyes olvasatok szerint a Nero a véres költő antifejlődésregény, hőse ebben az értelemben a visszafejlődő erkölcsi morális lény, akinek az őrületben a lét őrülete szól. Cervantal szerint a regény a dekadencia regénye, mások szerint a regény antifejlődés regény, hiszen Nero lelkének, karakterének fejlődését, visszafejlődését, színrelépésétől, ártatlan ifjúként való színrelépésétől egészen haláláig, őrületéig nyomon kísérhetjük. A regényről rendkívül sok kritika született, nagyon sok irodalomtörténészi fejtegetés, értelmezés, akinek van kedve, ezeket is mind megtalálja az interneten. Olyannyira foglalkoztatta az irodalomkritikusokat ez a regény, hogy még az irodalomkritikáknak is született irodalomkritikája, de talán inkább mégis érdemes a regénnyel kezdeni. A regénynek gazdag szimbólumrendszere is van, de szerencsére ezt olvasóként csak pont annyira érzékenjük, amennyire ezt kell, vagy amennyire ez jól esik. Kosztolányi elkerüli azt a nagy csapdát, amikor az olvasó folyamatosan azt érzi, hogy itt az író most neki mondani akar valamit. De vannak visszatérő motivumai, mint például a labirintus motivum, amikor ez általában akkor bukkan fel a regényben, amikor azt érezzük, hogy minden út bezárult, sehova sem tud tovább lépni a szereplő, vagy például a márvány, vagy a csend motivum, ami mindig a gaztetteket, a gonosz kegyetlen tetteket foglalja valamiképpen keretbe, vagy előtte, vagy utána bukkan fel. Kosztolányi ebben a regényében az emberi és művészi gyarlóság mélyére ás, megpróbálja megtalálni a valódi mozgatórugókat. Nagyon személyes, húsba vágó, ugyanakkor általános társadalmi, közéleti, politikai, művészeti, irodalmi kérdéseket vet föl, és ezekre keres választ. Val életről, halálról, árulásról, tartásról, felelősségről. Egy szóval, ha valakinek van még kedve egy kicsit az ókori Rómában időzni az aranykoporsó után, és van kedve egy kicsit az ókori Rómából kitekinteni a világra, és onnan vissza, akkor nyugodtan csapja fel a Nero a véres költőt, hogyha ott van a könyvespolcon, ha nincs otthon, akkor pedig megtalálja az interneten is. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Én és a könyvem 6. adásában. Ezen a héten mindig el szoktam mondani Zsolnával együtt, hogy valamilyen kedvencünket hozzuk, de azt gondolom, hogy a mostani szerző tényleg az egyik legeslegfontosabb számomra, aki visszatérő a Várkert irodalom sorozatban is, rögtön 2017-ben, amikor neki centenáriuma volt, akkor egy izgalmas költői estel mutattuk be, és azóta is többek között az irodalmi szerelmek sorozatban szerepelt. Ő nem más, mint Szabó Magda, akinek lehetek az irodalmi nagykövete, és nagyon sokszor szoktam idézni a könyveit, de azt gondolom, a közönség hatalmas lelkesedése, a hatalmas olvasótábor és a rengeteg fordítás bizonyítja azt, hogy lehet, hogy több mint 100 éve született Szabó Magda, de a mai napig nagyon aktuálisak a könyvei, úgyhogy a mai programra és a mai Én és a könyvemre egy olyan kötetet, egy olyan regényt javaslok nektek, ami azt gondolom, hogy ehhez a karantén élethez most nagyon sokat hozzátesz nekünk, és nagyon elgondolkodtathat bennünket az irányba arról, hogy hogyan tudunk mi generációkon keresztül együtt élni, és hogyan tudjuk, vagy tudjuk-e egyáltalán tisztelni a másikat, és mit jelent jól szeretni, hogyha lehet egyáltalán. A kötet nem más, mint a Pilátus, ami egyébként, hogyha még egy utadást mondhatok, akkor talán velünk voltatok nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt szintén volt Szabó Magda programunk a Várkert irodalomban, akkor a Mózes 1.22 volt a témánk, az a kötet, ahol szintén a Pilátushoz hasonlóan a generációk megértése vagy meg nem értettsége, a generációk egymáshoz kapcsolódása, és azok a szünetek, azok a hiátusok, amik akár beszédben, nyelvben és szeretetben előfordulnak. Ezek voltak a könyvnek a kulcs történetei a három családon keresztül, és valahogy azt értettük meg, hogy mit jelent gyereket szülni, mennyire lehet ez egy lehetőség, egy kiugrás egy család szempontjából, és mi kell ahhoz, hogy a nagyszüleinket, a szüleinket megértéssel fogadjuk,
és megfogadjuk az ő tanácsaikat, vagy megértsük az ő hallgatásukat, az ő gyászukat, vagy az ő csöndjeiket. A Pilátus ezen a soron megy végig, ez egy 1963-as kötet, és azt gondolom, hogy Szabó Magda nagyon sok könyvében a családot teszi középpontba, ami rá nagyon jellemző, és ezt biztos tudjátok, azok a bizonyos belső monológok, amikkel a szereplőit, és leginkább ugye a női főhőseit bemutatja számunkra, és ezekből a belső monológokból tudunk tájékozódni és megismerni az ő jellemüket. De mielőtt rátérnék a Pilátusra, ugye emlékeztek rá, hogy az első estünkön 2017-ben ugye a költészettel jelentkezett, ugye neki volt egy megítélt Baumgartner díja, aztán visszavonták tőle ezt a Baumgartner díjat, és utána igazából az 50-es években ő tanított, és elfordult az írástól. De ez nem teljesen így volt. Most idézek tőle egy részletet a Pályám emlékezetéből, ami az Újírásban jelent meg. Azt hitték, elhallgattam. Pedig csak a férjemen és a szüleimen kívül nem mutattam senkinek, mit csinálok. És műfajt változtattam, mert fuldokoltam már a saját verseim keserves világában. Elkezdtem körbe figyelni, más boldogabb be, mint én. Olyan masszív boldogtalanságot láttam magam körül, hogy érdekesebbnek éreztem annak rögzítését a saját egyéni keserveimmel. Ezt vallotta tehát az Újírásban, és igazából ezekben az 50-es években született meg ugye a Szigetkék, a Freskó, az Őz, a Mondják meg Zsófikának. Ugye a Freskó 58-as, az Őz is, amivel sokat szoktam foglalkozni, az is az 50-es évek végén született. És hogyha rátérhetek a Pilátusra, erre a 63-as regényre, akkor az az érdekes, hogy ugye ez a négy részből álló kötet, amit még egyszer felmutatok nektek, ugye a Föld, a Tűz, a Víz és a Levegő, ez a négy rész, számos olyan kérdést vet föl, ami ma egy úgymond bezártságban, karanténélben nagyon fontos. Ugye más generációk, más igények, más hangok és más elvárások, más normák ütköznek össze ebben a kötetben. A főhősünk Szőcs Iza, ugye Szabó Magdánál leginkább női főhősöket találhatunk. Én azt gondolom, hogy mindig beleírja magát ezekbe a női főhősökbe. A Szőcs Iza az egy tökéletes orvosnő, egy nagyon sikeres, a szakmájában nagyon sikeres, ugye úgy kezdődik a kötet, hogy meghal az édesapja, és ő hazamegy, ott találja ugye az édesanyját, és azonnal elhatározza, hogy akkor ő felköltözteti, kimozdítja a saját lakókörnyezetéből, a saját otthonából, és felköltözteti magához Budapestre az édesanyját. Gondolnánk, hogy milyen nagy gondoskodás ez, milyen nagy figyelem ez, de ahogy megyünk a könyvön, engem egyébként folyamatosan a bosszúság, az idegesség fogott el, hogy hogy lehet, hogy ez az Iza nem tudja úgy szeretni az édesanyját, ahogy az neki kéne. Hogy lehet, hogy mindent megtesz, és valószínűleg egy kockás papíron ki tudja pipálni azokat a mondatokat, azokat az írásokat, azokat a gondolatokat, amiket ő a saját édesanyjáért megtett, de valahogy mégis azt látjuk, hogy ez az asszony, az ő édesanyja a magányában, az egyedül létében zuhan egyfajta vég felé, ami a kötetben be is következik. Megismerjük a kötetben az ő volt férjét, Antalt, megismerjük ugye Vincét, az édesapját, és nagyon sok, talán itt mondhatnánk, hogy nem csak mellékszereplők a férfiak, nagyon sok fókusz kerül ezekre a férfiakra. Antal története is nagyon érdekes, mert szinte nem érthetjük, hogy miért hagyta el Izát, miért vált el Izától, és miért keresett egy másik életet, miközben egy tökéletes házasságba éltek, vagy élhettek. Persze ez a házasság azért nem volt annyira tökéletes, és ahogy ismerjük meg Iza jellemét lépésről lépésre, látjuk meg azt, hogy bárhogy is bármit megtesz ő az édesanyjáért, a volt férjéért, bárhogy próbálkozik, ő nem tudja igazán átengedni magát, és nem tudja beengedni a másik embert az ő saját életébe. Hogy miről is szól ez a kötet, a szeretni nem tudásról, a jótét lélekségről, miközben a szeretetről és a figyelemről kellene szólnia, mit jelent segíteni, és mit jelent a másikra figyelni? Azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen gondolat van. Az egyik legfontosabb szerintem, hogy a szeretetnek talán az adás a legfontosabb kulcsa. Akkor
akkor érvényes talán a szeretet, hogyha a másikra figyelünk, hogyha meghagyjuk az édesanyánknak, hogyha őt már elköltöztetjük otthonról, akkor hozza magával azokat a bútorokat, tárgyakat, ami neki a másikat jelentette. Hogyha engedjük, hogy főzzön, hogyha engedjük hasznosnak lenni, mert az, hogyha valaki haszontalannak érzi magát, feleslegesnek érzi magát, ez a fajta feleslegesség érzés, ami az időskorúaknál jelen van, és ebben a könyvben nagy hangsúlyt kap, ez az, ami a halálba tudja taszítani az embereket, hogy önző-e a főhős, önző-e Iza, és mik azok a hibák, amikkel rendelkezik, hogy miért a saját kényelme és nyugalma fontosabb, mint az, hogy szeretni tudja, és gondoskodjon az édesanyjáról, hogy ő azt gondolja, hogy megteszi, és mondok még egy példát a könyvben, amikor ugye születésnapja van az édesanyjának, és megígéri, hogy játszik vele, és az udvarlóját is az írót elhozza, aki szintén egy nagyon érdekes karakter a könyvben, majd az édesanyja egész nap készülődik, és várja ezt az érdekes kis tombola játékot. Majd pedig ezzel gondol egy másikat, és elviszi egy koncertre az édesanyját, és amikor hazajönnek, akkor meg már nem kezdenek bele a játékba. Az anyja meg sopör bele mindent a zacskóba vagy táskába, hogy ennyit ért az ő készülése. Ez a figyelemről szól, ez az elmaradt figyelemről szól. Szerintem ez egy felkiáltó jel mindannyiunknak. Nekem is meg kell tanulnom így szeretni az édesanyámat, és arra figyelni, hogy neki mi lehet a jó. Ha egy fedél alatt lakunk egy másik generációs szülőnkkel, nagyszülőnkkel, akkor meg kifejezetten nagyon ajánlom a Pilátus Szabó Magdának ezt a kötetét olvasásra, és egy részletet még felolvasok nektek a könyvből, ami ezt a feleslegesség érzést mutatja. Izát reggeltől késő délutánig nem látta, s a haza is jött, épp csak, hogy beköszönt, megérdeklődte, hogy érzi magát, aztán sóhajtott, milyen jó, hogy nem kell már idegen arcokat látnia, itthon lehet, beült a szobájába, olvasott, vendégeket várt, vagy vendégségbe készülődött, színházba sietett zenét hallgatni, néha meg leült az íróasztalhoz, szakkönyveket tanulmányozott, cédulázott, cikket írt. Iza minden funkciójához, a pihenéséhez épp úgy, mint a munkájához, csend kellett. Az öregasszony sose szeretett valami nagyon rádiót hallgatni, de ahogy a gyász zenét tiltó első 6 hete eltelt, s ő mindig egyedül volt és munkanélkül, ráfanyolodott, és rá is szokott a rádiózásra. Valami keserves és boldogító elégtétellel érezte esténként, hogy éppen abban az időben, amikor a műsor a legérdekesebb, nem kapcsolja be a rádióját, lemond a szórakozásról, hogy ne zavarja a lányát. Legalább ebben tehessen a kedvére. Kimondhatatlanul szeretett volna tenni érte valamit, csak sose volt rá alkalom. Hát azért nem volt rá alkalom, mert Iza nem hagyta, hogy alkalom legyen rá. Olvassátok el ezt a könyvet, tanuljatok egy picit, és ígérem, ahogy eddig is az elmúlt 3 évben sok-sok Szabó Magdát hoztunk, úgyhogy folytatni is fogjuk, lesz még Szabó Magda. Köszi a figyelmet. Sziasztok!